Rendhagyó születésnapi koncertre invitáljuk Önöket november 10-én 19:30-tól a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe. Rendhagyó, hiszen nem kerek az évforduló. De azt a zenekart, amelyet maga Erkel Ferenc alapított 168 évvel ezelőtt, akár minden évben érdemes ünnepelni. Sok év után újra Budapestre látogat. A Filharmoniai Társaság zenekarának egykori elnök dirigense és az Operaház állandó vendégkarmestere, az olasz származású amerikai Rico Saccani karmester. Márpedig az ő személyénél hitelesebb dirigenst nem is találhatnánk az este programjához. Gershwin és Bernstein zenéje nagyon közel áll a szívéhez, nem beszélve arról, hogy pályája elején Leonard Bernstein mellett is dolgozhatott. A programot Maurice Ravel G-dur zongora versenye egészíti ki, amelyre ugyancsak hatott a jazz és Gershwin személye. Ezt a versenyművet korunk egyik legkitűnőbb fiatal zongoraművésze, Fejérvári Zoltán játssza. De természetesen Erkel szellemisége ezen a koncerten is megjelenik, márpedig számára nagyon fontos volt, és lényegében ezért alapította a zenekart, hogy támogassa és bemutassa a kortárs magyar zenét. Ezt folytatják a ma zenészei is, és a kiváló fagott művész zeneszerző Kovács Zoltán művének ősbemutatóját is meghallgathatjuk a koncert nyitányaként. Tartsanak velünk november 10-én este 19:30-tól a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe, a Budapesti Filharmoniai Társaság születésnapján ünnepeljük együtt Erkel zenekarát.